Köszöntöm Önöket, ez a Takarásban, a Pesti Magyar Színház társulatával folytatott beszélgetés sorozat. Jelen pillanatban egy olyan színész kollégám a vendégem, aki báb színész szakon végzett, és utána a diplomája készhezvétele után a Pesti Magyar Színházhoz szerződött, és azóta itt van. Gémes Antosról van szó, aki 1981-ben megszületett Budapesten. Budapesti gyerek vagy? Vagy igen. Pesti gyerek vagy? Vagy budai gyerek vagy? Pesti. Kispesten nőttem föl, Bekerlettelepen. Nagyszüleimmel éltem egy házban, illetve hát a szüleim is ott éltek, de hogy ez egy ilyen nagy közös objektum volt, ahonnan aztán a belvárosi kerületekben jöttem már ilyen nagy kamaszként, vagy fiatal felnőttként, és akkor az albérlet évei jöttek. Szüleid mivel foglalkoznak? Élnek mind a ketten, áll a Jóistennek. Édesapám sportoló volt, aztán annak rendjes módja szerint Lenin intézet és testnevelés orosz szakos tanár lett. Édesanyám pedig finnugor nyelvész, és ő jelenleg középiskolában, Lőve Klára gimnáziumban tanít magyart. És milyen kapcsolatod volt, van a szüleiddel? Szerintem alapvetően jó kapcsolatom van. Édesapám nehéz ember, nyilván én is az vagyok. Ők elváltak, amikor én kiskamasz voltam, talán még előbb, de hát azért természetesen járok apámhoz, látogatom, hogy jóval idősebb édesanyámnál, hogy most már 85 éves, és de hát hál' Istennek jó egészségben van a lehetőségekhez képest. Talán érzelmileg anyámra jobban ütöttem, és ezért jobban megtalálom vele a közös hangot, mint az apámmal. Ugyanakkor meg nagyon furcsa ez, mert valahogy úgy élem meg, hogy onnantól kezdve, hogy a saját felnőtt életemet élem, és saját döntéseim vannak, ez a kapcsolat, ez mint szülő-gyerek kapcsolat, nagyon szoros szülő-gyerek kapcsolat megszűnt. Abszolút kíváncsi vagyok dolgokban a véleményükre, abszolút próbálok, szükségem van az ő segítségükre, és én is megpróbálok tenni azért, hogy ők is ezt érezzék. Ugyanakkor ez nem egy napi kapcsolat, tehát hogy nem mondanám azt, hogy minden nap beszélünk, és ez nem most, amikor elkezdtem őszülni, akkor lett így, hanem ez már szerintem ilyen 20 éves koromban is így volt körülbelül. Tehát valahogy azt gondolom, hogy úgy élem meg, hogy az az ő életük, ez meg az enyém. És nyilvánvalóan vannak kötelező ünnepek, amikor ez összetalálkozik, és ezek egyáltalán nem kellemetlen dolgok, most nem erről beszélek. Meg vannak választott ünnepek, amikor összetalálkozik, ami mondjuk egy elég egoista hangzik, de mondjuk egy bemutató, ami nekem van, vagy nem tudom, mindig így kíváncsi vagyok rájuk. Ugyanakkor nyilván, mint minden színészt, frusztrál engem is, hogyha mondjuk ismerősök, vagy közeli ismerősök, vagy adott esetben család néz. Frusztrál? De rossz értelemben? Igen. Valahogy szerintem ez úgy működik, hogy minden embernek vannak körök az életében, ahol mondjuk viselkedik valahogy. Tehát ilyen kör a család, egy másik viselkedési formát tölt mondjuk a régi barátokkal, meg mondjuk másik viselkedési formát tölt a párkapcsolatában, és így tovább. Meg mondjuk a munkahelyén. És valahogy talán arról van szó, hogy mondjuk az édesanyám, aki engem megszült, ő olyan
szinten ismer engem meg, belém lát, hogy, hogy adott esetben le tudok bukni előtte a színpadon, hogyha ha mondjuk nem vagyok teljesen őszinte magamhoz. Míg mondjuk a nézők ezt kevésbé ismerik fel. És ezt ő meg is mondja? Nem, nem volt ilyen. Nem volt ilyen. Ugyanakkor meg szerintem egyébként kritikusok velem mind a ketten. Tehát anyám is, apám is. Erre így most látok rá, hogy keveset. Tehát, hogy időről időre találkozunk csak, vagy mondjuk több hónap is eltelik, mindig így rácsodálkozom, hogy mennyire kritikusok velem, és mennyire... Hát... ízélgetnek gyakran. Tehát, hogy mit kéne csinálnom az életemmel, hogy kéne csinálnom, de mit leginkább apámra vonatkozik. De... biztos ebből is van egy csomó frusztráció, meg egy csomó, amit már én magamnak teremtettem. De hát... Miből indultunk ki, Peti? Hát a szüleiddel való kapcsolatnál indult ez el. Igazuk van? Általában? Tehát mi frusztrál? Az, hogy amit mondanak, az igaz, de lehetetlen, mert 2016 van, mert egzisztencia van, mert vagy azért, mert nem értik, vagy mert nem nincs igazuk. Nyilván az esik rosszabbul az embernek, amikor igazuk van. Tehát, hogy olyan is van. Azért hozzátartozik a valósághoz, hogy nyilván minden szakma, nem csak a miénk, annyira tehát kívülállók kevésbé látja át, hogy tulajdonképpen mi minden van, ami körül az ember szlalomozik. Bizonyos döntései miért nem megalkuvás, és miért gondolja az ember azt, hogy csak ez az út van. És ezt a kívülálló, akár a szüleim sem látják. Van olyan... jó értelemben mondom, civil ember az életedben, akár barát, akár aki, tehát aki nem színházhoz köthető, de megérti, vagy tudja, hogy mi az, hogy színészet, hogy ez egy munka, hogy te igazából dolgozni. Nem jársz. Hiszem, hogy van ilyen. Hát például persze az anyám igen, de ez azért van, mert ő a 18 éves koromtól kezdve, amikor én elkezdtem ezzel próbálkozni, nyilván időről időre rám lát, vagy beszélünk erről, vagy együtt lélegzik ezzel. Néha már színházi szakszavakat is használ, ami olykor irritáló, olykor mosolyogtató, de hogy ő például igen, talán igen, ő mondjuk igen. De azért általában ez nem jellemző. És nem is csak az, hogy ez munka, vagy ez nehéz, vagy nem tudom, mert az talán igen. De hogy igazából, hogy ez mivel jár, hogy ez az idegrendszernek és érzelmileg is mennyire megerőltető, azt szerintem nem. De ezt nem is lehet elvárni. Zenei tagozatra jártál gimnáziumba? Tehát hát, már a zene neked jelentett már valamit, tehát valami művészeti vonal felé elindultál. Abszolút, én zenész szerettem volna lenni. Most is. Én alapvetően operaénekes szerettem volna lenni, azt hiszem. Most nagyon. Most én aztán szerettem. Most? Miért? Most miért? Ennek több oka van, de mondom a konk, vagy a legfontosabbat számomra, hogy valahogy ezt egy olyan sűrű és olyan mindenek fölött álló művészeti ágnak érzem, amit nagyon szívesen csinálnék. És egészen más katartikus élményt ad akár, mint mondjuk egy bármelyik prózai színdarab. Szerintem a musicaleket most hagyjuk, de hogy ez igazán nagyon nagy kedvem lenne ehhez. Sajnos nem zárt a hangszalagom sokáig, meg tehát hogy alapvetően fizikai okai vannak, hogy ezt így nem is vehetett szóba.
De nekem nagyon igazán nagy kedvem lenne hozzá. Zongorázol, gitározol, fúvós hangszereken játszol. Ezeket autodidakta módon? Nem, hát zeneiskolában, én 6 éves koromtól jártam zeneiskolában, mert apám azt akarta, hogy én sportoljak. Anyám meg, hogy valamiféle érzékeny dolgot kezdjek magammal. És mondjuk ezt például a zenében látta a legegyszerűbbnek elindulni ez úton, és akkor elkezdtem talán gitározni, és akkor utána jöttek a többiek. Szerintem mindent tanulgattam így zeneiskolában, de nem mondanám, hogy erős hangszeres tudásom van. Tehát pöntjögök, meg nem jövök zavarma, de nem birtoklom a hangszert. És nyilván mondjuk a nappalinkban áll egy elektromos zongora, de nem mondanám, hogy azért minden nap leülök hozzá, mert az viszont zavar, hogy ez a minimális tudás is, ami egykor a birtokomban volt, az most már nincs, és rosszul esik hallgatni magam. Amikor találkoztál szembe először a színházzal, a színészettel? Középiskolában én egy mérsékelten népszerű fiatalember voltam a középiskola elején, és akkor én abba hagytam az aktív sportot, és hát meg is híztam annak rendje és módja szerint, és ilyen pejhetsző bajusszal, leginkább magamba fordulva, megpróbálni kikerülve a megalázásokat, éltem meg ezt az első 2 évet, és aztán egy színkör előadásban valahogy részt vettem, és én emlékszem, az erős túlzás, hogy emlékszem, az érzésre emlékszem, azt hiszem doktor úr volt, és én a csató fogalmazót játszottam benne, és így utólag, akkor ezt nem tudtam, de utólag a 2 idősebb, nagyon népszerű fiatalember, aki kijátszották a főszerepet, aznap a bemutatón kevéssé voltak motiváltak, vagy legalábbis hát nem futottak jó kört önmagukhoz képest, és valahogy a közönség, jó, ezt nyilván nem akkor gondoltam, hanem azóta tudom, hogy mindig akar valakivel menni. És valahogy ez aznap én voltam. És azt éreztem, hogy minden bejön, és nem tudok rosszat csinálni, a tenyeremből lesznek. és annyi szeretetet kaptam azon az estén, mint addig, attól a közösségtől soha. Szerintem nem teljesen őszinte magához, aki nem azért csinálja, hogy szeressék. Szerintem abszolút a szeretet a kulcs. És mindenhez. Tehát, hogy az egész... Ez most lehet, hogy nyálasan fog hangozni, de én azt gondolom, hogy a világot, így a színházat is a szeretet mozgatja abszolút. És még mindig messze nem a pénz. Ebben teljesen biztos vagyok. Tehát, hogyha mondjuk újra és újra megfogalmazza az ember önmagát, vagy a színészetet, vagy bármit, hogyha ezt így meg lehet fogalmazni, akkor mindig valahogy oda jut el, hogy a legnagyobb öröm az életben az, hogyha szeretnek, és a legnagyobb fájdalom az, hogyha nem. És ez ennyire egyszerű, és a többi az csak rétegződés. És ez nem csak a gyászról szól, tehát ez nyilván benne van a gyász is, meg benne van a szerelem gyásza is adott esetben. És hát valóban én azért akartam színész lenni, hogy engem szeressenek. Aztán később rájöttem, hogy ez nem ennyire egyszerű. De akkor még, amikor nyilván az ember elindul, és szerintem ezzel nagyon sokan így vannak, akkor ezért a szeretetért kezdi el. Neked hiányzott a szeretet? Vagy te szeretet hiányos voltál, vagy? Hú, hát ezt én nem tudom. Hát persze, egyébként, de szerintem mindenkinek hiányzik a szeretet. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy én ebben különbözöm bárkitől. Lehetséges, hogy egy csomó olyan helyzet volt az életemben, amit most én nem is tudok, és nem is nagyon kerestem ezeket a dolgokat vissza.
lehet, hogy annyi minden maradt meg sebbként, hogy azokat azóta is folyamatosan próbálom kidolgozni, és lehet, hogy ezért van ez a pályaválasztás. Aztán azóta ez már rettenetesen megfordult, tehát hogy őszintén szólva, én nem azért csinálom talán még mindig ezt, mert nem értek semmihez, hanem mindig van ennek öröme. És szerintem ez hullámzik. Tehát most már egyébként egyáltalán nem szeretem magam mutogatni furcsa módon. Tehát nem élvezem, hogyha néznek engem, egyáltalán nem szeretem azt. A színházi munkából az élettel, az emberi kapcsolatokkal, önmagammal való foglalkozás, ezeknek a dolgoknak az átrágása, megoldása, az egymással való munka, a társulattal, vagy a barátaimmal, vagy a kollégáimmal való munka az, ami érdekel. Most már az a része nem érdekel, amiért én ezt elkezdtem. Szeretsz próbálni? Nagyon. Nagyon. És nem szeretsz játszani? Ez így nem igaz. És szerintem ez is hullámzó. A színész, szerintem talán minden színész életében. Valamikor úgy elbújna. Nem szereti mutogatni magát. Van olyan előadás, amiben bele lehet bújni. Ezt úgy értem, hogy ami az enyém, ami mindig egy találkozás, ez szerintem ritka minden színész életében, azt nyilván nagyon szerettem játszani. De alapvetően most az elmúlt 1-2-3 évben jobban szerettek próbálni, mint játszani. De gondolom ez változni fog. És mik azok a szerepek az életedben, amik ilyen elbújósak voltak? Tehát amiben megszűnt a külvilág, vagy ami nagyon a tiéd lett? Picit probléma, hogy nem tudok mondani konkrét szerepet. Voltak helyzetek, és mondjuk köthetők szerepekhez. Tehát, akár adott esetben az előadás, amivel itt másodévesként elkezdtem próbálni, most már 10 éve volt ennek a bemutatója, az Ábel, ami akkor is szűk volt rám az a kabát, tehát hogy egy rezgett a léc, szoktunk hülyeskedni az öltözőben, most elő kéne venni ezt a 16 éves világra rácsodálkozó fiút, legalább egy estére. Ott például igen. De nem vagyok benne biztos, hogy a szerep miatt, hanem az volt az első ilyen igazán nagy színházban, igazán nagy nézőtér előtt, igazán nagy kollégákkal olyan munka, ami egész este rajtam múlt, lényegét tekintve. Tehát azt így át kellett fogni. Tehát, hogy annak volt egy, a főszerep, ennek a főszerepnek volt egy olyan... Azt gondolom a főszerepekről, hogy azt nem csak be kell próbálni, hanem ahhoz kell egy lelkialkat, hogy az ember végig tudja vinni. Tehát, hogy el tudja vinni a hátán az előadást, hogy le tudja kötni végig a nézők figyelmét. Ez nem feltétlenül csak tehetség kérdése szerintem, hanem ez egy lelkialkat. Vannak olyan színészek, akik rettenetesen jó színészek, borzasztóan sokat tudnak a szakmájukról, rettenetesen tehetségesek, de mondjuk nem ilyen lelkialkatok. És ezt fölvállalni, megélni és végigcsinálni, ez ilyesmi volt. És akkor voltak helyzetek, vannak színészek, akikkel nagyon szeretek dolgozni, például ilyen találkozás mondjuk a Kubik Annával ilyesmi volt, amikor én azt éreztem, hogy vele való jeleneteimben például nem tudtam mellé lépni, tehát ott nem kellett semmit se csinálnom, csak ráfeküdni az Annára. Tehát, olyan ajánlatokat tett nekem a színpadon, hogy nem tudtam rossz lenni. Ezek szerintem nagyon jó találkozások, meg igazából jó színészet, könnyű jónak lenni.
A gimnázium után volt több éved, amikor kicsit talán lógtál a levegőben, vagy különböző színházi formációkat próbáltál ki, de felvételiztél közben, vagy ott már akartál valamit kezdeni ezzel komolyabban? Igen, én a érettségi után felvételiztem. Nem vettek föl, és nagyon megsértődtem. és akkor ez odáig tartott, hogy akkor egy jó pár évig nem. De egyébként, hogyha nagyon őszinte akarok magammal lenni, akkor nyilván az ember fél a kudarctól, és valahogy ugye a következőben nem felvételiztem, és akkor utána még, ha most felvételizem, akkor annak már van egy olyan jelentősége, hogy ha most nem vesznek föl, akkor szembe kell ezzel néznem, és ez tök hülyeség, de ezért én éveket így nem. és aztán utána én már így jól éreztem magam, kisebb színházakban nagyobb szerepeket játszottam, nagyobb színházakban kisebbeket, és akkor ebben ezzel el voltam én évekig, még talán meg is éltem belőle, fent tudtam tartani az életemet, csak aztán végül is 23 éves koromban, akkor indult bábszak, és mivel én a Kolibri Színházban voltam 5 évig, ezért az kézenfekvő volt, és őszintén szóval azt gondoltam, hogy oda fel foglak venni. És azt gondoltam, hogy akkor most ez egy vállalása az én életemnek, és ezt most így összeszorítom a fogam, és ezt a 4 évet ezt végig kell csinálni. Nem volt könnyű, tehát szerintem 23 évesen mondjuk már egy kezdődő vagy picit meglévő egzisztenciával visszamenni az iskolapadba, úgyhogy már megint nincs semmi az embernek. Én nagyon nehezen voltam a kollégium léttel is, tehát hogy több emberrel nem akartam én már együtt lenni, ráadásul úgy, hogy 18 évesekkel van az ember körülvéve, azt szerintem ebben az életkorban nagy szakadék az 5 év. És nagyon nehezen viseltem a Színművészeti Egyetemnek az első évét. Te voltál a legidősebb ott az osztályban? Nem, elég öreg osztályunk volt. Nagyon mások voltunk mi az osztályunkkal, tehát hogy én valahogy úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ha mondjuk nem lenne muszáj nekünk együtt dolgozni, akkor én mondjuk valószínűleg velük nem nagyon ülnék le egy asztalhoz így barátkozni, mert nem azért, mert nem szerettem őket, tökéletesen mások voltunk, vagy vagyunk. Tehát, de mindenben? Szakmai világnéz? Mindenben. De hogy tud létrejönni egy olyan osztály? Vagy nem tudom, figyelj, ezt nem tudom. Ezt nem tudom, de ugyanakkor meg az viszont egy tök jó iskola volt szerintem. Én nagyon hálás vagyok a mestereimnek, és nagyon szeretem őket. De hogy meggyőződésem, hogy az ember egyébként egy ilyen főiskolai helyzetben magától tanul a legtöbbet. Attól a munkától, amit önmagán végez el. És az nem azonnal jelentkezik, hanem évekkel később. És az is egy nagy tapasztalás volt, hogy ezekkel a rettentesen különböző emberekkel mennyire jól tudtunk együtt dolgozni a célért. Aztán utána nem feltétlenül bandáztunk egész nyáron, de hogy maga a munka, az létre tudott jönni. Tehát igazából az embernek a másikban a partnerét kell szeretni, nem feltétlenül a másik ember. Persze jó az, hogyha jobban van egy társulat egymással, vagy a kollégák jobban vannak egymással, de nem. Tehát egész egyszerűen csak meg kell tudni tanulni, tisztelni a másikat, meg elfogadni, és azt, amit ő tud, és amit ő ad, azt szeretni, nem azt, amilyen. De azért valamilyen közösséget kialakult a főiskola alatt? Tehát nem feltétlenül az osztályon belül, hanem egyszer csak otthon kezdted el ott magadat érezni, vagy sosem voltál otthon a főiskola? Hát figyelj, egy idő után szerintem ilyen betegesen otthon, de nem úgy, hogy én azt szerettem, hanem úgy, hogy viszont rettegtem máshol lenni. Tehát, hogy annyira folyamatosan ott voltunk, és én nem hiszem, hogy hát nyilván
aki ezt csinálta, az tudja, hogy, hogy lényegében egy melegítőben megvan oldva az egész hét, mert hogy, hogy olyan nagyon máshova nem mész. És emlékszem, hogy amikor már megpróbáltunk elmenni valahova, valami szórakozó helyre, akkor elkezdtem szorongani, hogy ez nem, tehát és akkor menjünk vissza a büfébe. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból igen, otthon éreztem magam, csak az ilyen picit inkább ez, a, ez amikor így, így első kimenőd van az elmegyógyintézetből, és akkor vissza akarsz menni, tehát hogy, hogy inkább, inkább ehhez hasonlítom. Nagyon jó emlékeim vannak egyébként, van egy csomó nagyon jó emlékem a színművészetiről, de nem mondanám azt, hogy amikor most bemegyek, akkor ne lenne gyomorgörcsön. Ugyanúgy. Az épületbe? Aha. Igen. De nem, nem az utálattól, hanem így annyi frusztráció, annyi izgalom, annyi gyötrődés, annyi félelem van ott az osztályterem falai között, ami valószínűleg így rádöblik, hogyha bemész. Vagy legalábbis rám így hat. Az Audrey-n álltál már azóta, mióta diplomás vagy? Tehát mint nézők előtt? Vagy nem. Vannak ilyen gála műsorok? Nem. Nem. Nem is mennél? De azért egy picit úgy félnék ettől, meg így őszintén szólva, én úgy nagyon nehezen viselem ezt a szakmázást, tehát hogy én nagyon, hogy fogalmazzam ezt meg? Mindig szétrobbantod, hogyha ilyenbe találod magad. Igen. Egyébként. Rögtön az, hogy valami poénnal persze, ahogy ezt tőled én megszoktam, hogy egy poénnal, de azonnal valahogy szétvágod ezt a komolykodó szakmai hangulatot. De miért? Igen. Nem tudom. Nem tudom, még ráadásul, de egyébként ez a főiskolai ügy, ez meg olyan, hogy én azt is valahogy nehezen viselem, hogyha egyébként általam nagyon szeretett emberekkel, de egy helyen így találkozni kell. Tehát, hogy én például nehezen járok bemutatóra. Igen. Mert nem szeretem ezt. De a bemutató az mégiscsak egy ilyen smúzoló kör, nem? Tehát, hogy ott van egy, vannak kötelező körök, amiket mindannyian tudjuk, hogy, vagy mondjuk a poszt. Hogy lemész a posztra, végigmész, és akkor tegnap a 3-as metróba találkoztál vele, és most meg hello, mi van? Igen. Tehát, hogy, de azt értem, amit mondasz, csak amikor mondjuk egy ilyen, hogy mondjam, a saját színházadban is akár elkezdődik egy ilyen szakmázás, azt is szereted szétrobbantani. Miközben egyébként nagyon szeret szakmai dolgokról beszélgetni, tehát igen, azért nem értem a kérdést. Igen, figyelj, ez lehet egyébként, hogy amit mondasz, ez azért van, mert mondjuk akár az akadémia kapcsán én ezt így rágom egész nap, és utána, amikor este szóba jön, akkor már elfáradok belé. Vagy ezért van, vagy azért van, mert mondjuk annyira nem értek egyet azzal az asztaltársasággal, aki képvisel valamit, hogy nem szeretnék belemenni. Tehát a lazítás neked semmiképpen nem a szakmázás, semmiképpen nem. Nem a... Egy picit sem. És mi a lazítás? Alapvetően, egyébként most ezt nyilván hangzik, de alapvetően az, hogyha biztonságban érzem magam, az a lazítás. És ha biztonságban érzem magam a barátaim körében, biztonságban érzem magam a otthon, az erdőben, a párommal, kutyámmal, biztonságban érzem magam, hogyha mondjuk egy olyan helyen vagyok, ahol mondjuk nem látok embert. Tehát egyre inkább szükségünk van arra egyébként, hogy elmenjek az emberek elől. Tehát az például nekem lazítás, hogy mondjuk erdőben legyek egy házban, és ne legyen zaj. Nyilván ezt nem tudnám csinálni szerintem, tehát hogy ez ahhoz képest érdekes nekem, hogy közben megpörgök folyamatosan. Tehát néha már eszembe jutott az is, hogy tényleg ki kéne költözni vidékre, meg mit tudom én, de egyrészt nincs jogosítványom, akkor most egy stoppal hogyan. Másrészt... Miért nincs jogosítványom? Azt szoktam mondani viccesen erre neked például, hogy azért, mert hogy ne legyen az a kérdés feltéve, hogy akkor most kivezet és ki iszik. De alapvetően egyébként azért, mert
Valahogy szerintem, amikor ennek ideje volt, én 18 éves korunkban, akkor valahogy ez elmaradt, és utána már ez egyre nehezebben ment volna. Én forgattam valami napi sorozatot rettet sikerrel, ahol igény volt erre, és elkezdtünk bocsánat, tanulni. Bocsánat, elhiszem, tehát meg ők is. Tehát... Igen. Elkezdtem vezetni, tanulni, voltam 2 órán, de alapvetően figyelj, nem érdekel engem az autósport. Tehát, hogy tudom, hogy ez nem feltétlenül sport kérdése, de hogy én annyira alkalmatlan vagyok egyébként az olyan dolgokra, amikre a férfiak általában alkalmasak, hogy ez olyan egészen hihetetlen. Ez frusztrál? Nem, egyetlen nem. Ezt leszalom. És nem gondolod férfiatlanságnak? Egyetlen nem. Tehát, hogy mit tudom én, tehát, hogy én olyan dolgokat tudok, ami mondjuk nem ebben a században használható. De mondjuk, ami ebben a században használható, ezt speciál nem tudom. Tehát, hogy a televíziót nem tudom beállítani. Például, tehát, hogy a csatorna, hogy kell keresni a csatornát, meg mondjuk ott... Jó, ez hülyeség, hogy nem tudok be egy villanykörtét, meg be tudom. De közben okostelefonnal járkálsz a folyamatot. Az nagyon, figyelj, jó, igen, de az nagyon-nagyon hosszú úgy volt az okostelefon. És ezt már megbántam. Tehát, hogy az okostelefon az azért volt, mert mit tudom én, a színészenekarral, hogy szervezni kell dolgokat, és az általában, mivel soha nem vagyok otthon, ezért net valahogy így kell. Meg mondjuk egy csomó munka jön már. Csomó munka. Néha valami kis munka jön e-mailben, akkor arra érdemes azonnal reagálni, mert este már nincs meg. Tehát, hogy ezekért, tehát kénytelen voltam, de nagyon sokáig kitartottam az 1200 forintos zöld gomb, piros gombos telefonomnál, és nagyon idegesít, hogy fél nap alatt lemerül, hogy igazából nem tudom használni. Tehát vásároltam egy olyan telefont, ami elvileg sokat tud, de gyakorlatilag a zöld gombot és a piros gombot használom rajta. Térjünk egy kicsit vissza oda, hogy elvégzed a bábszínész szakot, és aztán tulajdonképpen egy ide a Magyar Színházba szerződsz. Volt egy történeted az osztályfőnököd Metzner Jánosnak volt egy olyan elképzelés, hogy mindenki kerüljön legalább le egyszer vidékre. És tudj, egy bábszínházba kerültél le vidékre? Hát igen, de az csak egy nyár volt. Tehát, hogy én sokáig, mert akkor már én itt voltam, és akkor már a hullámtörést is bemutattuk, és igen, akkor már dolgoztam. Akkor már dolgoztam, és akkor már a Szelcsőáni jó embert is készítettük elő, amiben én pilóta voltam, tehát úgy nézett ki, hogy nekem itt helyem van. És akkor én próbáltam mondani Metznernek, hogy ezt hagyjuk már, ezt a vidéket, és akkor ő majd mondta, hogy ne adjuk. És akkor ez odáig ment, hogy a tanár úr szerintem felhúzta magát, és akkor le kellett mennem Szombathelyre, a Mese volt bábszínházba a Piros Család című előadást bemutatni. És igazából nekem nem volt való az. Tehát, hogy mai napig, amikor megyek vendégként vidékre, akkor az, hogy én nem tudok hazajönni, vagy nincs esélyem hazajönni, az, hogy mondjuk én egyedül kell, hogy legyek egy idegen környezetben, az nekem elég rossz. De Budapesten nem tudsz egyedül lenni egy idegen környezetben? Megvan az a... Megvan az a lehetőségem, hogy haza tudok menni. Az volt, képzeld el, hogy mellettünk volt a koreográfus osztály, és nekik kellett színészvezetés vizsgát csinálni, vagy valami ilyesmi. És akkor én egy ilyen nagyon, nagyon szép fekete fiú voltam, hogy nem úgy néger, hanem hogy így típusra, és akkor engem így behívtak oda, mert úgyis mellettük dolgoztam, és elkezdett engem instruálni ennek a főpróba időszakában Iglódi tanár úr, és azért volt ez különös, mert hogy ő egyébként szerintem nagyon jó színész, és nagyon jól instruál, illetve nekem nagyon-nagyon kedves volt, ahogy ő instruált, annál is inkább, mert hogy a másodév
körül, vagy elsőben szerintem senki nem kap instrukciót, vagy legalábbis mi úgy lettünk ki nevelve, hogy akkor jó, következő órára hozzad. Tehát, hogy igazából nem közös munka van, hanem hogy te magad. És ettől én szárnyakat kaptam. És tényleg nagyon jól is tudtunk együtt dolgozni, és akkor szerintem ő megszeretett engem, és akkor így kerültem ide. És akkor áll Istennek kiengedtek engem már második évben, aztán harmad évben, és akkor viszonylag egyértelmű volt, hogy itt maradok. És itt már itthon vagy? Igen, abszolút. De egyébként szerintem 3-4 év után jobban itthon voltam, mint most. De szerintem ez is természetes. Tehát, hogy ez most is az én otthonom, így érzem. De hát van minden egy családban, tehát hogy nagyobb biztonságban éreztem magam régebben, de a világ változott, nem feltétlenül, és nem arról beszélek, nem a színházvezetésekről beszélek, a világ változott sokat. Tehát amikor én ide kerültem 10 évvel ezelőtt, egészen más volt a légköre az életnek, és akkor a színháznak is. Ugye tanítasz az akadémián, és a 2000 hányba szerződtél? 2008-ba szerződtél ide, ugye? Hm. És te 2010-ben már tanítottál, ugye még nem volt osztályod, de tanítottál. Hogy indul ez? Vagy miért gondoltad, hogy... Nem gondoltam én ezt egyáltalán, tehát hogy ez nem így volt, és most arra értem odáig, hogy most már ezt gondolom, hogy ez nem baj, hogy én ezt csinálom. Akkor az volt, hogy szintén a Iglódi tanár úr megkért, hogy rendezett valamit, és akkor, hogy segítsek neki abban, hogy neki el kellett utazni, nem is tudom már mi volt, és hogy én addig foglalkozzak az akadémistákkal, árnyjátékot csináltak, és ugye én bábos vagyok, tehát hogy valami fogalmam van erről, és hogy én segítsek neki abban, hogy neki ezzel ne kelljen foglalkozni, hanem ez így legyen meg, ez az én külön történetem. És jól sikerült, én szerettem velük dolgozni, ők is szerettek szerintem velem dolgozni, és akkor valahogy ez így maradt, és aztán amikor meghalt a tanár úr, Iglódi tanár úr, akkor valahogy így megörököltem egy picit talán az ő osztályát olyan szempontból, hogy akkor csináltam velük még a Goem Minósagyival együtt egy vizsgát, ami szerintem tök jól sikerült, és akkor utána a Színi Akadémia akkori igazgatója, Kovács Gábor Dénes megkeresett azzal, hogy nem akarnék-e osztályt indítani, mondtam, hogy nem akarnék. Én maximum azt szeretném, hogy valaki mellett úgy, mint játékmester, vagy tanársegéd, valami nagyobb tapasztalatú ember mellett esetleg kevesebb felelősséggel és több hibázási lehetőséggel segítsek. És akkor valahogy így megnyertem magamnak jó barátomat, Horváth Lajos Ottót erre a történetre, aki viszont valahogy önmagával konfliktusba került ezzel a dologgal, és másfél év után, vagy nem tudom, körülbelül másfél év után azt mondta, hogy ő ezt nem tudja tovább csinálni, és akkor... De úgy, hogy egy osztály már volt? Igen, és akkor egyedül maradtam velük, és hát az egy... Én nagyon szeretem őket, meg hál' Istennek a mai napig jóban vagyunk. Rengeteget köszönhetek nekik, és nagyon sokat tanultam tőlük. Rettenetesen sok hibát követtem el szakmailag is, meg emberileg is abban az osztályban. Ilyen jó kis ilyen tányércsapkodós kapcsolat volt ez a történet. De hála jó Istennek így a mínusz 20. emeletről sikerült, amikor végeztetől jönni. Egészen magasra, és egy nagyon-nagyon jó szájízzel sikerült ezt a dolgot befejezni, és nagyon sokan pályán vannak, vagy főiskolán, valamelyik főiskolán vannak, és ennek nagyon örülök, és még büszke is vagyok rájuk, meg erre. És ez adott, ők adtak nekem igazából, meg ez a megtett út, meg ez a gyötrelem adott nekem erőt, ahhoz, hogy utána újra legyen osztályom, és most már viszont nem szerettem volna mással megosztani a felelősséget. Ez a második, ami most van? Ez a második. Hát azért az egy mély víz, hogy végülis egy elhagyatott osztály. Igen, nehéz volt.
Igen, nagyon nehéz volt meg, ráadásul tényleg én sem voltam erre érett. Tehát, hogy de közben meg hát ez egy hülyeség, mert nem lehet azt mondani, hogy na most akkor már jó, hanem közben sajnos rajtuk tanultam meg ezt a dolgot, hogy mit szabad, mit nem szabad. És akkor most van egy új osztályod, ahová már valami fajta, és ugye nincs is segítőt, hanem ezt egyedül csinálod, mármint úgy egyedül, hogy nincsen melletted olyan ember, mint mondjuk az Otto mellett voltál te, hogy van valami koncepciód, vagy volt valami igazán eldöntött szabályszerűség, hogy hogyan fogod ezt a 3 évet felépíteni? Nem. De persze, tehát hogy igazából azért mindannyian ugyanazt tanuljuk, és szerintem nehéz lenne ettől elvonatkoztatni. Tehát közben meg amit az ember tanult az életében, azt akarja, tehát azt tudja továbbadni. Teljesen mindegy, hogy az most jó vagy nem jó, tehát valószínűleg azt akarja. Igen. Tehát amiben abban hisz. Tehát nem lehet az, hogy én valamilyen színházi rendszer szerint felnevelődtem, és én abban nem hiszek. Tehát ez nem lehet szerintem. Tehát nyilvánvalóan a szokásos, tehát ebben semmilyen ilyen ördöglakat nincs, mint amit mindenki tanul, azokat a néma helyzetgyakorlatok, az állata, nem, tehát hogy tudod. Ugyanakkor meg én rettenetesen igyekszem nem magamat visszakérni belőlük, mert tehát az borzasztó lenne, bármennyire is remek színész vagyok, hogy hanem inkább én megpróbálok belőlük dolgozni, és ilyen szempontból meg ez a szabály, ez változhat. És megpróbálok rugalmas maradni. És van olyan is, hogy elfáradtak, és van olyan is, hogy baj van, és van olyan is, hogy azt kell mondani, hogy akkor ezt a vizsgát, ezt hagyjuk, és most más csinálunk. Tehát szerintem ilyen is van. De megpróbálok nyitott maradni. Nyilván van olyan elv, ami szerint próbálok haladni, de nem írom le ezt egy füzetbe. Mit lehet tanítani egy színésznek? Egy színész növendéknek? Én szerintem magát a szót sem szeretem, ezt a tanítást itt. Én valahogy szeretek ezekkel a egyébként tök jó fiatal emberekkel beszélni az életről, és akkor azon belül a színházról, és igyekszem nekik olyan eszközöket adni, amivel ki tudják magukat fejezni, vagy rávezetni őket, nem adok én semmit, hanem megpróbálok őket rávezetni, hogy hogyan tudják elmondani azt, hogy ők kik. És ennek nyilván vannak technikai ügyei, de minden a munkából jön. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez így odaadható bármiféle tudás, hanem azt a helyzetet kell megteremteni, hogy te tanuld meg, hogy te ki vagy. 20 éves vagy 18 éves korban mit tudod te? Akkor azt gondolod. De egyébként meg rettenetesen hasznosnak gondolom, hogy önmagadról megtanuljál egy csomó mindent. Tehát körülbelül én felírnám, tehát hogyha lenne hosszabb az élet, meg lenne könnyebb a megélhetés, én mindenkit elküldenék, hogy tanulja a színészetet 2-3 évig, és utána legyen ügyvéd, vagy mit tudom én mi. Csak ismerje meg önmagát, meg a kapcsolatrendszereit, meg a világot, meg, tehát hogy lásson más, hogy lásson tisztábban, lásson mögé a dolgoknak. Ne maradjon felszínes. Én boldog vagyok, hogyha mondjuk, ha nem is lesz mindenkiből színész, mert azt nem is én döntöm el, hanem majd az élet. Tudjuk, rettenetes sok szerencse, meg nem tudom, és én nem is vagyok hivatott arra. Nyilván látom, hogy ki az, aki tehetségesebb, ki kevésbé, ki hogy halad, és ilyen szempontból döntéseket is kell hozni, hogy a többieket adott esetben ne hozza le. De alapvetően láttunk már karomvarjút, tehát hogy egyáltalán nem biztos, hogy akire én rámutatok, hogy ő lesz a jövő nagy színésznője vagy színésze, az így is lesz, hanem lehet, hogy az, akire azt mondom, hogy is. És volt már ilyen, tehát volt ilyen az előző osztályban, akit én első év végén eltanácsoltam volna, és 3 év után meg úgy jött fel, mint a talpa, vagy tehát 3. év végére. Tanácsoltál már el? Igen. És az rettenetes volt. Rettenetes volt. És igazából rettegek is tőle, de ez szerintem egy olyan dolog, most évvégén is tervezem, még nem, tehát hogy nyilván nem
tudom még, mert változtat, hogy ki, meg hogyan, de nem zárkózzom el ezelől, ha muszáj. De igazából szerintem az embernek ebben van felelőssége, de hát borzalmas érzés, szörny. Én álmodom azóta is ezzel egyébként, amikor én annak idején rostáltam. Borzasztó. Borzasztó megmondani valakinek, hogy nem kell lesz. Én általában párkapcsolataimban ezt úgy oldom meg, vagy régen úgy oldottam meg, hogy inkább ő hagyjon el, és akkor addig lehetetlenítem ezt az egész helyzetet, amíg végül is kilép a kapcsolatból, persze akkor meg megijedek, és megint szerelmes leszek, és vissza akarom csinálni, de hogy én nem vagyok alkalmas arra, hogy azt mondjam valakinek, hogy nem kell lesz. Ha már a párkapcsolatról beszélünk, a te párod itt a színházban színésznő. Igen. Ez azért egy elég nehéz, és közben egy nagyon szép helyzet is. Igen, én őszintén szóval ennek a szépségét kevésbé látom. Most ne érts félre, hanem hogy én szerintem nem jó, hogyha ugyanazokkal a problémákkal mennek haza az emberek. Legyen akkor legalább más probléma. Tehát mindenhol van baj, de akkor legalább ne az legyen, hogy ugyanazt a borzalmat így ütjük egymás fejébe. Ha az egyik kijön valami próbafolyamatból, akkor a másik van éppen rosszul, és így tovább. Tehát, hogy én ezt nem tartom egészségesnek, és nem is nagyon szeretem azt, hogyha mondjuk közösen kell játszani, nem is nagyon szeretem azt, hogy... Én szeretem azt, hogy szeretném azt, hogy nekem legyen privát életem, hogy hazajöttem a munkából. Érted? Ez így alakult. Tehát, hogy igazán, de ez nincs magyarul. Ez nincs. Ez a része nincs. Ez a része nincs, hogy nekem legyen privát dolgom. Például ebből igyekszem olyan helyzeteket megtartani, ami csak az enyém. És akkor ahhoz ragaszkodom, hogy maradjon olyan az életemben, ami az én privát ügyem. És ez problémákat okoz egyébként? Hát igazából nem, mert ő rettetesen megértő, meg szerintem így össze is csiszolódtunk. Igazából nem egy ördöglakat, ez szerintem csak így jó minőségű életet kell megpróbálni élni, és akkor ezeket a kompromisszumokat nagyon könnyen meg lehet hozni. Mondom ezt én úgy, hogy én gyakorlatilag semmilyen kompromisszumot nem kötök, de elvárok, tehát hogy igazából én egy ilyen eléggé tipikusan gusztustalan férfi vagyok. Milyen viszonyod van az alkohollal? Nagyon szeretem. Igazából akkor jöttem rá, hogy én ezt szeretgetem, amikor az volt, hogy mondjuk akár a színművészet, egy rettetesen hiú voltam, és így folyamatosan edzettem, és csak joghurt, és nem tudom micsoda, és naponta kétszer futás, de ezt azért csinálom, mert 3 hét múlva szombaton akkor viszont pia. Tehát, hogy így. Tehát, hogy igazából én nagyon-nagyon szeretem ennek az egész hangulatát. Nyilván otthon így egyedül nem iszom meg. Voltak olyan periódusai az életemnek, amikor ebbe így beledarálódtam. Mármint, hogy fölét került az alkohol? Hát, hogy így ez egy napi rendszerességgel volt ez. Tehát, hogy így, de szerintem akkor én tomboltam, tehát akkor én hihetetlen nagy bivaj erejű férfi színésznek éreztem magam, ilyen, mit tudom, 28-30 évesen, és jártam az országot, és mindenkivel akartam még egy sört inni, és ez volt, de hát ennek volt helye. Hol kezdődik az alkoholizmus? Fogalmam nincs. Nem tudod? Hát dehogy nem tudom, hát mondják, hogy hol kezdődik az alkoholizmus. Függővé válsz, ezt szokták mondani. Hát igen, de hogy nézd, ilyen szempontból ilyen probléma nincsen. Én őszintén szólva most így az alkoholt nem arra használom feltétlenül, hogy aznap örömet okozzon. Érdekes, amit mondok, hanem arra, hogy mondjuk én például most megengedem magamnak azt, hogy hetente egyszer rúgjak be, de többször nem. És a többi napon meg egészségesen próbálok létezni. És ez a heti egy, ez azért, nem azért kell, hogy aznap olyan rohadt jó legyen, hanem hogy másnap én ne
őrlődjek semmin, hanem csak azzal legyek elfoglalva, hogy most másnapos vagyok. Érted? Tehát, hogy ne kell ilyen semmivel foglalkozni. De az alkoholos állapot az egyébként egy szellemi élmény? Hát is, persze. 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 Hát ez, igazából szerintem semmit nem csinál, csak felnagyi dolgokat. Vagy legalábbis nálam. Tehát azokat a gátlásokat vagy. És azért is szeretem, mert persze, hogy ilyen hülyeségek, tudod, hogy az ember nem mondja másiknak, hogy én egyébként téged szeretlek. Mondjuk itt a téged. De hogyha mondjuk ezt a gátot, ezt így elmossa a sör, akkor ezt így az ember mondja, és ezt jól esik mondani. Aztán másnap persze azt mondja, hogy nem emlékszik rá, és ez teljesen rendben van. Közösségi élménynek tartom egy színház büfében, és nagyon fontosnak. Nagyon nagy igazságokra ír rá az ember, amit természetesen elfelejt, de aztán majd jövő pénteken megírálja. Van egy kedvenc történetem tőled, amikor a Gobbi előtt megérkeztél egyszer egy este, és azt mesélted, hogy egy régi ismerettségedből, egy fiatalkori ismerettségből egy lány nagyon szerelmes volt beléd. Vagy nem is tudom, hogy fogalmaztad, hogy rajongott érted. És ez a lányal úgy sok idő elteltével, valamilyen oknál fogva az élet összesodort titeket, és beszélgettetek. És azt mesélted, hogy nem szerelmes már belém, és ez annyira megsértődtél, hogy tulajdonképpen ott hagytad. Hogy kell neked ez a rajongás, kell szükséged van? Persze. Ha ez nincs, akkor üres? Hát nem tudom, hát van. Nem tudom, figyeljet, nem tudom. Persze, hát persze az embernek a hiúságához kell. Alapvetően egyébként a színpadi lét a szexusról szól. Nagyon, bocsánat. Tehát szexusról szól rettenetesen. Tehát az, hogyha te ezeket az impulzusokat nem kapod, akkor gyakorlatilag önbizalomhiányos, kiherjelt állapotban lép színpadra, ami nem egy színészi állapot. Kell. Tehát, hogyha megfigyeled magadon, akkor tényleg az van, hogy van a nézőtéren, próbán valaki, akinek ez egyébként nem, tehát, hogy tetszeni akarsz, de nem úgy akarsz tetszeni, hogy akkor utána takarásban megnézél, bármi, hanem csak tényleg van ott valaki, akinek egy picit a tollaidat mutogatod, akkor százszor jobban próbálsz, mint egyébként. Ez van. Van nő, aki ezt megérti? Szerintem minden nő megérti. Nem is komolyan, tehát, hogy vagy megérti, nem ez a jó szó, minden tudja ezt. Tehát, aki nem tudja ezt, az nem ért az élethez, vagy nem tudom, szülye. Csak az egy másik kérdés, hogy hogyan tudja magában elrendezni, vagy hogyan tudjuk közösen elrendezni. Az egy másik kérdés. Kedvenc lopott kérdésem következik, amivel zárjuk is a beszélgetést, ez Vitrai Tamás kérdése, hogy ezt a beszélgetést most közvetíti mondjuk egy tévécsatorna, és van egy lakás, ahol egy házas pár, aki nagyon szereti Gémes Antost, aki ismeri, látja ezt a beszélgetést, de ott van vendégségbe náluk a külföldi barátjaik, akik nem értenek magyarul, egyáltalán egy büdös szót se. És annyira szeretik Antost, hogy leülnek a képernyővel, és így nézik, és udvariasságból a magyarul nem beszélő barátok leülnek, és nézik ugyanúgy ezt a beszélgetést, nem értik, hogy mit beszélsz, gesztusaidat látják, az arcodat, a szemedet, és megkérdezik a végén, hogy ki ez a Gémes Antos, akkor mit kell nekik válaszolni? Angolul kell nekik ezt mondani? azt tudom mondani, amit szeretnék, ha mondanának. Ez alapján, a beszélgetés alapján. Én azt szeretném, ha mondaná ez a kedves házaspár a külföldi ismerőseiknek, hogy ez a férfi egy nagyon, nagyon érzékeny és szenvedélyes ember, aki egyébként a színészet formáját találta meg arra, hogy erről beszéljem. És mondjuk jó lenne, hogyha
több öröme lenne ebben, mint gyötrelme. Köszönöm szépen. Én is önöknek is. Viszontlátásra.